Az Ültess egy fát a holnapért nyírvévés felhívása 212 pályázat érkezett, a bírálat szempontjai között szerepelt a megjelölt terület közművesítése, a már meglévő növényállomány, az alkalmazkodó képesség, a fenntarthatóság és természetesen az igénylők elképzelése, személyes igénye. A szempontrendszer legfőbb célja, hogy hosszú távon fenntartható fafajok kerüljenek a közterületekre. Ebben az évben 80 pályázó veheti át az igényelt növényeket, melynek során 67 darab fát, 30 örökzöld fát és mintegy 350 darab cserjét osztanak ki. A pályázatok elbírálása folyamatosan zajlik, hétvégén pedig már 50 pályázó vette át az igényelt díszfát vagy cserjét. A növényosztás várhatóan novemberben és tavasszal folytatódik. A faültetéshez az nyírvévé szakemberei biztosítanak tanácsokat, a faültetés után pedig a fák gondozása az igénylők feladata lesz. A városi nagyszabású faültetési program is folytatódott hétvégén, október 5-én 17 darab facsemetét, gömbjuharokat, oszlopos juharfákat és hársfákat ültettek a Tiszavasvári úti körforgalomban és környezetében. A zöld felületi rekonstrukció keretében egy kertváros feliratot is formáztak a körforgalomnál 1200 darab árvácska elültetésével. Most a kertvárosban folytatódik az faültetés, illetve ezt kiegészítjük árvácska ültetéssel. Itt ez a körforgalom, ez jövőre meg fog újulni, de már most az elején két olyan virágágyás kerül elhelyezésre, ahova az ide érkezők, illetve az innen távozók láthatják azt, hogy milyen városrészbe érkeznek. Ez most Árvácskából lesz kirakva több mint 1200 darabból, amely színesen fog majd virítani az elkövetkezendő 2-3 hétben. Itt az árvácskákat és az elültetett fákat azt a zombolcsoport ajánlotta fel. Tovább folytatódik tehát itt a kertvárosban is az a faültetési program, amelyet még tavaly polgármester úr dr. Kovács Ferenc hirdetett meg. A Józsavárosban pedig őszköszöntő családi délután keretében ültettek fákat még péntek délután.